Na de szép napunk van, srácok, hát menjünk is akkor haza, ez is egy eléggé békés nap volt, és egészen sok cuccot szereztünk. Nos, akkor rakjuk is le a széfünkbe a cuccokat, remélem, hogy azért senki nem fogja látni meg ilyenek, szóval, ja. Na, szedjük is le a széfet, azért jó, ahogy látom, senki nincs itt, nagyon jó, jól van. Na, itt a széfünk, nagyon jó, akkor tegyük be a gyémántot a többi mellé, ezt kérem szépen vissza, tökéletes és szépen, na várjatok, ezt el kell itt vele kicsikét szenvedni, szépen visszarakjuk a, na, rak már vissza normálisan a festmény, nem bírom visszarakni, jó, tökéletes lesz. Na, srácokat, akkor meg is vagyunk, és akkor szerintem menjünk is tovább, meg, ne, az ott ki, srácok, te ki vagy, figyelj, te eddig nem nagyon voltál itt, ez egy rablás, mi az, ide az összes értéked, nálam nincsen semmi, nálam esküszöm, hogy semmi, ne lövöldöz, léci, ne, esküszöm, hogy nálam tényleg semmi nincsen, légy szíves, ne, figyelj, mondom, nálam semmi nincsen, nálam semmilyen érték nincsen, csak van egy kis kajám, meg ilyenek, és átkutatom a házad, ne, nincs arra szükség, légy szíves, ha nem akarsz meghalni, ne, figyelj, akkor nem avatkozol bele, figyelj, kedves falusi, de miért nem bírlak téged megütni, hallod, mondom, hogy nálam itt semmi nincsen, látod? Nyugodtan átnézhetsz bármit, itt sehol semmi, látod? Megmondtam, hogy semmilyen cuccot, látod, a csesztem is üres, minden üres, nincs itt semmi, sehol semmi nincsen, ott az ott csak egy izé, az ott csak egy piros gyapjú, semmi érdekes, egy ilyen díszítő elem, aha, igen, ne, légy szíves, ne csináld, ne, kiveszem a maradékot, ne, elmegy, ne már, ne, hova mész, gyere már vissza, ne már, de elmegy. Na jó, ezt, na, Istenem, srácok, ennyi nem fogom tudni őt elkapni, kell szereznem cuccokat, arrafele futott el, szóval legalább tudom az irányt, hogy merre kell majd mennem, muszáj lesz visszaszerezem a cuccokat, de előtte mindenféleképpen kell csinálnom egy gyémánt szettet, meg valami gyémánt kardot, meg ilyeneket, csak a chest, vagy mi az a crafting table-emet is elvitte, meg kiütötte, meg minden, szóval, Istenem, na jó. Gyors, szedjük össze magunkat cuccokkal, és szerintem eredjünk is utána, mert ja, nekem kellenek azok a gyémántok, de amúgy legalább 3x64 gyémánt tömböt elbírtam úgymond menteni magamnak, ami egy kicsikét úgy pozitív dolog. Na jó, csináljunk egy gyémánt kardot, csináljunk egy gyémánt mellest, lábszárvédőt, sapkát, vagy jó, akkor csizmát, meg egy sapkát, nagyon jó, szépen szedjük fel. Rendezzük el a cuccokat, csináljunk még, na várjatok, akkor most már csinálok minden cuccot gyémántból. Csinálok mondjuk egy gyémánt baltát, csinálok egy gyémánt ásót, és igazából ennyi. Ja, több cucc nem hiszem, hogy nagyon kéne. Jó, ezeket a gyémántokat meg addig, aj, na várjatok, ezt is azért el kéne szerintem rejteni. Gyors, még válok egy kis fát. Jó, tökéletes, legalább egy almát is kaptunk, na. Királyság, jó, és én azt mondom, hogy mindjárt elásom, várjatok valahova. Mondjuk, tegyük fel ide az ajtó mellé, itt csak megjegyzem, hogy itt lesz, jó? Na, ide szépen beásom, nagyon jó, és ide szépen berakom a maradék gyémántokat, remélem, hogy senki nem veszi most már tényleg észre. Na, arrafele futott az illetékes, szóval szépen menjünk utána. Nem hiszem amúgy el, de most komolyan mondom, halljátok, hogy tök jó. Ennyi gyémántot meg tudtam szerezni, meg minden, és ez lett a vége. Szimplán megfogta azt, elfutott vele, meg minden, jó. Ezen a tengeren át kéne valahogy vágni, ajaj, jó, én ezt meg fogom így szépen kerülni. Utálom ezt, hogy ezt kell csinálni az összes izének, az összes Minecraft lénynek, vagy falucsinak, vagy nem tudom ki volt az amúgy, de itt van amúgy valami. Na várjatok, itt van valami sivatagos, vagy mi ez, sivatagos homokos cucc, meg itt egy gomb. Ezt a gombot mondjuk megnyomom, nem tudom, hogy ez mi, oké, jó. Rendben, nem tudom, hogy ez mi volt, de jó, lejutottunk valami barlang félébe, és ott van valami, Larry. Na várjatok, oké, itt ez ilyen csapdás hely lesz már. Megint ahogy látom, oké, hát megpróbálom óvatosan kivinni ezt az egészet. Jó mély gödrök vannak itt már, amúgy nem azért, itt egy piros gyapjú. Ez gyors, megnézzük, TNT, aha. Van egy olyan érzésem, hogy aha, ezt itt nekem ki kéne robbantani, jó. Várjatok, ezt kicsikét akkor így távolabb vezetem azért magamtól mégis, csak hogy biztonságosan legyen. Jó, kicsikét hátrébb megyünk, csak nehogy leessek. Oké, megvagyunk. Jó, itt van valami Larry nevű nem tudom mi.
De jó, mindegy, én ezzel nem nagyon zavartatom magamat, mert ahogy látom, kicsikét így nem tudom mit csinál, így oda-vissza mászkál. Jó, itt egy chest, gyémántok, na, van négy gyémántunk, meg a kar, amivel tovább bírunk menni. Hát kedves Larry, nem tudom, én így békén hagylak téged, adok egy kis steaket, jó étvágyat, vagy valami. Jó, na vajon most merre? Ó, hát jó, akkor balra vagy jobbra? Még megnézzük jobbra, talán erre kell menni? Aha, ahogy látom, erre kell menni. Na, királyság, oké. Na várjatok, biztos erre kell menni? Ne! Hát ezt alaposan benézted... Ah, Istenem, na jó. Menjünk vissza! Nézzük meg akkor, gondolom, hogy a másik irányba kell menni. De jó, mindig elrontom amúgy ezt. Annyira imádom, mindig a rossz irányba megyek. Tehát két irány van, és én mindig a rossz irányba megyek. Hát nincsen, hogy a jó irányba mennék, mondjuk ez a bemélyedés így gyanús. Na mindegy, menjünk tovább, és akkor nézzük meg, hogy merre lehet ez a tolvaj, vagy rabló, vagy nem tudom, hogy ki volt ő. És hát ja, valami falusi cucc. Jó, itt tovább, itt a piros zsiapjunk keresztül. Aha. És egy barlangot találtunk. Tip, vigyázz az aknákkal. Ajaj, ajaj. És merre kell mennem? Erre kéne mennem? Na várjatok. Jó, én elnézek így ebbe az irányba. Hát, ha erre kell, nem hiszem, a másik irányba kell gondolom menni. Jó, mindegy, megnézzük erre. Gyerünk. Jó. Talán, Léci, mondta, hogy erre kell menni. Ott van, az a Larry volt. Na jó, nem arra kell menni. Jó, menjünk vissza, na várjatok. Kicsikét ez így bonyolultabb, mint gondoltam. Talán, aha, jó, felfelé kell menni. Oké, megvan. Megvan, rossz irányba jöttem. Na, ajaj, ajaj, majdnem ráléptem egy... Na várjatok, ez akna? Aha, ez akna! Jó, bocsi. Oké, jó. Rendben, menjünk tovább. Ajaj, mennyi akna van itt. Na jó, ezeket próbáljuk meg kikerülni. Szerencsére az elsőben legalább úgy... Még úgy észrevettem, hogy merre vannak az ilyen cuccok. Itt lesz egy piros zsiapjú. Jó, ezt így valahogy... Oké, tökéletes létra. Meg smaragd. Jó, nem rossz. Menjünk akkor tovább. Nagyszerű, szépen óvatosan, tökéletes. Jó. A létrákat a tábla fölé pakold. Aha. Várjatok már, itt van létra, nem? Vagy... Mindegy, itt már van létra. Vagy nem tudom igazából. Jó, mindegy, itt lerakom ide, vagy lehet, hogy nem ide kell a létra. Röf, ajaj, ez nem tetszik, itt egy malac, és tolvaj falusi titkos rejtekhelye. Jó, megtaláltuk, amit kerestünk, itt van méregpoti, na, ez viszont hasznos, jó, ennek örülök. Na, itt tökéletes is lesz, jó, aha, és ott alszik, pomos kelt fel, jó. Szóval, hogy így óvatosan, mennyi kaja. Na, én ezt vissza is lopom akkor már, meg ugye a fákat is, jó. Srácok, akkor lepjük meg, szerezzük vissza végre a cuccainkat, ide figyelj, te falusi, elloptad a cuccaimat, most azonnal add vissza, most egy ilyen nagy izé. Most, amikor rajta van a gyémántszet, nem bélek megütni, ez nem tetszik. Hol van a gyémántom? Hol van? Nálad van? Hát te mit keresel itt? Jöttem visszaszerezni a gyémántjaimat. Mi egy gyémánt? Te hallod? Te most komolyan? Ott volt a kezedbe. Add szépen ide a gyémántokat, és akkor békén hagylak. Jó, vegyünk már ki valami. Úristen. Jó, én ezeket kiveszem. Köszi szépen. Vannak itt jó cuccok amúgy rendesen. Na, ide a gyémántjaimmal! Add ide őket! Na, várjatok, elrendezem közben a cuccokat. Add ide! Mi az, hogy muszáj? Alapoly muszáj, elvetted a gyémántjaimat! Ne izéljél még, itt legyen ő kérdezi meg, hogy muszáj, meg ilyenek. Add ide! Ezek az enyémek! Mi az, hogy a tiédek? Előbb... Nem hiszem el! Előbb vetted el tőlem! Ez nem a tied! Add ide! Jó, bevettem! Srácok! De amúgy felbírtam venni legalább azokat a gyémántokat. Te mit izélsz? Te mosolyogsz? Látom, hogy nevetsz, kiégek, jó? Menjünk vissza, kapjuk el, srácok! Elegem van, ha nagyon vicces volt, tényleg nagyon vicces volt. Jó, szerezzük vissza a cuccainkat, add ide a gyémántjaimat! Azonnal add ide a gyémántjaimat, most azonnal! Hova mész? Na, azért mondom. De nem csak ennyi volt, sokkal több volt! Ne finnyel... Aha, oké, megbírom ütni. Jó, rendben van, akkor gyere játsszuk le PvP-be. Nekem így is jó. Gyerünk falusi, ilyenkor legyél nagy ember, vagyis nagy falusi, nagy rabló, amikor már ki kéne magadért állni, gyerünk most meghalsz, nagyon elhitted. Te fogsz meghalni, kedves, nem mi kedves, gonosz falusi, rossz vagy, lelöktél a kukádba, nem kapsz semmit, ha. Hát nem azért mondom, de amíg te itt
meg menekülsz. Srácok, miért kell elmenekülni? Add vissza a gyémántokat! Add ide a gyémántjaimat! Ne, elmenekül. Nem hiszem, hogy gyere vissza. Jó, ajaj, rá fogunk lépni. Tudjátok, van egy ötletem. Van egy ötletem, felrobbantom az egészet. Gyerünk, jó, rálépek az összesre. Felrobban a bázisod, haha. Jajaj, jó, oké, oké. Ennyi volt a bázisodnak, bro. Ennyi volt legalábbis, hát nem tudom, mondjuk lehet, hogy a bázisod még megmaradt. Jó, leesett oda. Ne, haha. Na mi az? Na mi az? Add vissza a gyémántokat, ezért megfizetsz. Te fogsz megfizetni. Te fogsz most meghalni. Véged van. Véged van. Elegem van. Te is csak itt szivatni tudsz. Az összes karakter csak lopkodni tud meg minden. Te is dolgozz meg érte igazságosan. Na gyerünk. Csapkodjuk, ahogy csak tudjuk. Gyerünk. Üssük, 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 üssük. Hajd már meg. Hajd már meg. Meddig élsz te? Menj, jó. Na, végre. Itt vannak a gyémántok, jó. Szedjük fel, jó, 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 oké, oké, tele vagyunk, itt vannak a gyémántjaim. Nagyon király, vissza tudtuk szerezni, srácok, a gyémántokat, királyság. Na, várjatok, akkor már ez a létre nekem nem nagyon fog kelleni, mondjuk akkor helyett elhozom ezt. Na srácok, vissza tudtuk szerezni a gyémántokat sikeresen, ettől a gonosz falustól, aki csak úgy random megfogta és kirabolt engem. Szóval, ja! Sikerre jártunk, úgymond, szóval, hogyha tetszett ez a videó, akkor csapostok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Hogyha még szeretnétek ilyen tartalmat látni a csatornának, ugye kommentbe írjátok le. És nyomjátok meg a csengőt, hogyha mindig akartok úgy értesítést kapni. És iratkozzatok fel a csatornára, de ezt aztán már mondtam, nem tudom. Na jó, találkozunk legközelebb, és én Dani voltam, és köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!